8 óra van, ez a híradó, az M1-en Lantos Csaba vagyok. Izrael engedélyezte napi 2 tartály üzemanyag szállítását a gázai övezetbe. Ez a mennyiség lehetővé teszi az ivóvíz és a szennyvíz hálózat minimális fenntartását annak érdekében, hogy megakadályozzák a járványok kitörését. A napi 140 ezer liter üzemanyagot segélyszállító teherautók tankolására, illetve a mobil és internetes hálózatok működtetésére is használják majd. Izrael idáig azért nem engedte meg az üzemanyag bevitelét az övezetbe, mert szerinte a Hamas katonai célokra használná fel. 2 üzemanyag szállító kamion pénteken Egyiptomból belépett a gázai övezetbe. Dulakodás alakult ki a finn-orosz határon, miután a finn hatóságok éjfélkor lezárták több határátkelőt. A nirilai átkelőhöz 30 illegális bevándorló érkezett gyalog, illetve kerékpárral Oroszország irányából, és be akartak jutni Finnországba, de ezt a határvédelem megakadályozta. A migránsok rátámadtak a határőrökre, akik a tömeget csak könnygázbevetésével tudták megfékezni. Helsinki csütörtökön jelentette be, hogy az Oroszországgal közös határán működő 9 átkelőhelyből 4-et teljesen lezárnak. A korlátozást az egyre erősödő migrációs nyomás tette szükségessé. A héten 300 iraki, jemeni, szomáliai és szíriai menedékkérő lépett be Finnországba. Elindult a nemzeti konzultáció, a szuverenitásunk védelméről címet viselő konzultáció kérdőíveit már elkezdték kézbesíteni. A kormány 11 olyan kérdésben kéri ki az emberek véleményét, amelyek meghatározók hazánk önrendelkezése szempontjából. A válaszadók véleményt alkothatnak az ország gazdaságát és biztonságát érintő kérdésekben, kiállhatnak egyebek mellett a rezsicsökkentés és a kamatstop mellett, illetve elutasíthatják a brüsszeli migrációs terveket és Ukrajna további felfegyverzését. A konzultációs kérdőíveket legkésőbb karácsonyig kézbesítik minden háztartásnak, és lesz lehetőség az internetes kitöltésre is. Figyelemfelhívó kampányt indított a kormány a nemzeti konzultáció népszerűsítésére. A kormány közösségi média oldalain azt írták, szeretnék, ha minél többen mondanák el a véleményüket a biztonságunkat, gazdaságunkat és szuverenitásunkat meghatározó kérdésekről. A bejegyzéshez egy képösszeállítást is mellékeltek. Ezen Ursula von der Leyen látható, aki mögött ott áll Alex Soros. A felirat pedig így szól, ne táncoljunk úgy, ahogy ők fütyülnek. A magyar állandó értekezlet részvevői támogatják a magyar államnak. Magyarország a magyar nemzet békéje és a magyar családok biztonsága védelmében tett törekvéseit. Ez áll a Máért záró nyilatkozatában, amelyet minden résztvevő aláírt. Rögzítették, a magyar nemzet egységének megtartása és további erősítése stratégiai cél, amelyet semmilyen körülmények között nem adnak fel. Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes a tanácskozás végén azt mondta, a magyar állam célja, hogy a magyar nemzet megmaradjon. Ezt szolgálja a nemzetpolitika. Kiemelte, az alaptörvény kimondja, hogy Magyarország nem csak felelősséget érez, hanem felelősséget is visel a külhoni magyarságért. A cél a magyar megmaradás, hogy minden magyar nemzetrész megmaradjon, hiszen ha bármelyik nemzetrész eltűnik, akkor az egyetemes magyarság csonkul meg. Ezért a magyar államnak a célja, hogy a magyar nemzet megmaradjon. Ez szolgálja a nemzetpolitikánk, nyilván mindennek az alapja. Egy erős Magyarország, és 4 pillér van, ami a külhoni magyarság megmaradásához kell. Az identitás megőrzés, a honosítás, mint a nemzetközi jogi egyesítése, gazdaságfejlesztés, hogy meg is tudjanak élni a szülőföldükön, és az etnikai alapú magyar pártoknak a támogatása. Rendelettel akarja meghatározni az ukrán kormány, hogy a kárpátaljai magyar iskolákban ezentúl csak délután 5-től a tanítási idő lejárta után beszélhetnek magyarul a tanárok és a diákok egymással. Erről számolt be a Hír TV. Az új rendelet szerint a magyar orvosok sem konzultálhatnak magyarul a betegeikkel Kárpátalján. Orbán Viktor a Máért ülésen sajnálatosnak nevezte, hogy a véres honvédő háborút folytató Ukrajnának még mindig van elegendő figyelme arra, hogy a magyarokat vegzálja. A miniszterelnök hozzátette, a kárpátaljai magyarok minden tekintetben számíthatnak Magyarország támogatására. Szomorúan indult az idei tanév a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc középiskolában. Az évnyitón betiltották a magyar himnuszt, valamint tilos volt a magyar zászló és nemzeti színek használata is. Nem sokkal korábban a magyar igazgatót elbocsátották, helyére ukrán igazgatót és helyettest neveztek ki.
A kárpátaljai magyarok jogfosztása nem most kezdődött. 2017-ben fogadta el a kijevi parlament azt az oktatási törvényt, ami 5. osztály felett gyakorlatilag ellehetetleníti az anyanyelvi tanítást a magyar iskolákban. Budapest kitartóan bírálja Kijevet az oktatási törvény, illetve a kárpátaljai magyarok jogainak elvétele miatt. Magyarország elvárja, hogy Kijev tartsa tiszteletben a nemzeti kisebbségek jogait, mert enélkül Ukrajna nem lehet az EU tagja. A magyar kisebbségnek nincs mitől tartania, az ukrán kormány semmi rosszat nem akar nekik. Erről néhány napja beszélt az uniós csatlakozásért felelős ukrán miniszter. Olha Stefan Visina szerint a magyar kisebbség jogai biztosítottak, és jelenleg is egyeztetnek, hogy miként javítsanak a magyar közösség védelmén. Csak hogy a hírek szerint ennek éppen az ellenkezője történik, már a magyar nyelvű beszélgetéseket is korlátoznák az ukránok. Kijev most egy rendelettel akarja meghatározni, hogy a kárpátaljai magyar iskolákban ezentúl csak délután 5-től a tanítási idő lejárta után beszélhetnek egymással magyarul a tanárok és a diákok, továbbá megtiltanák az orvosoknak is, hogy magyarul beszéljenek a betegeikkel, tudta meg a Hír TV. Vagyis a lehető legminimálisabbra szűkítenék a magyar nyelv használatának még a lehetőségét is. Egyáltalán nem látszik Ukrajna részéről az a törekvés, hogy egyenlő jogokat szeretnének biztosítani a kisebbségeknek. Ukrajnának már az EU-s csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez is garantálnia kell a nemzeti kisebbségek jogait. Erről a Fidesz EP képviselője beszélt a Hír TV-nek. Bocskor Andrea kiemelte, abszurd, amikor Kijev az Európai Uniónak azt állítja, hogy a kisebbségek jogait tiszteletben tartja és nem korlátozza, de közben olyan rendeletet hoz, amely tovább csorbítja a szabad nyelvhasználatot. Ez egy teljesen nonsens helyzet, amely azt mutatja, hogy Ukrajnának valóban még nagyon sok teljesíteni valója van, és hogyha tényleg szeretné ezt a csatlakozást, akkor komolyabban kellene venni azokat az ajánlásokat, amiket akár a Velencei Bizottság, akár az Európai Bizottság kért tőlük. Sajnálatosnak tartjuk, hogy miközben véres háborút, honvédő háborút folytat Ukrajna, aközben még mindig van arra elegendő figyelme és ereje, hogy a magyarokat vegzálja. Orbán Viktor arról beszélt, a kárpátaljai magyarság helyzete a kárpát-medencei magyar élet legnehezebb és legfájdalmasabb pontja, és itt van a legkisebb esélye, hogy a felhők rövid távon eltűnjenek. A kormányfő aláhúzta, nem túlzás azt mondani, hogy Kárpátalján a magyar nyelv és oktatás szempontjából a helyzet jobb volt a Szovjetunió idején, mint most. Nem érdemes udvariaskodnunk, a helyzet az, hogy évek óta gyötrik az ott élő magyarságot, a nekünk kulcskérdés jelentő iskoláinkat folyamatosan vegzálják, gyakorlatilag be akarják őket zárni, vagy át akarják alakítani ukrán iskolákká, és megtagadják az ott élő magyaroktól a magyar nyelv használatának, iskolai használatának a jogát. Orbán Viktor hangsúlyozta, a kárpátaljai magyarok minden tekintetben számíthatnak Magyarország támogatására. A visegrádi négyek a közép-európaiak lehetőségnek, energia és erőforrásnak tekintik az unió balkáni irányú bővítését. Ezt mondta Orbán Viktor a dél-kelet-európai országok parlamenti elnökeinek budapesti konferenciáján. A miniszterelnök hozzátette, Magyarország támogatja az Európai Bizottság azon előterjesztését, hogy a tagjelölt országok minél hamarabb részesedjenek a tagsággal járó előnyökből, még azelőtt, hogy belépnek az unióba. Magyarország, Szerbia és Észak-Macedónia közösen lép fel a bolgár gáztranzit díj emelésének ügyében, ezt mondta Szijjártó Péter Belgrádban. A külügyminiszter hozzátette, miközben Szerbia hozzájárul Magyarország energiabiztonságához, vannak olyan országok, amelyek kifejezetten veszélyeztetik az ellátást. Szijjártó Péter kiemelte, senkinek nincs joga, márpedig Bulgária legutóbbi ellenséges lépése ezzel jár Észak-Macedónia, Szerbia, illetve Magyarország számára is. Elvárjuk, hogy Bulgária visszavonja ezt az ellenséges lépést, ezt az ellenséges döntést. Ha pedig nem teszi, akkor elvárjuk az Európai Uniótól, hogy szerezzen érvényt az európai szabályoknak, és ne engedje egyik Európai Uniós tagországnak sem azt, hogy veszélyeztesse egy másik Európai Uniós tagország, vagy egy másik tagjelölt energiabiztonságát.
Nagy erejű földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét pénteken, egy ember meghalt, több tucatnyian megsérültek. A közösségi oldalakra feltöltött videón látszik, amint beomlott egy bevásárlóközpont mennyezete, a rémült emberek az éttermi asztalok alá menekültek. A 6,7-es erősségű rengés középpontja a Fülöp-szigetek déli csücskétől, Mindanao szigetétől 26 kilométerre, a tenger mélyén volt. Szökőár miatt nem adtak ki riasztást. A Fülöp-szigetek az úgynevezett csendes óceáni tűzgyűrűn található, ezért gyakran rázzák meg földrengések. Ez volt a Híradó 8 órától, amely újra megnézhető a hirado.hu oldalon. Most következik a Nemzeti Sporthíradó Maruzsa Istvánnal.